Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Mezőtúr város önkormányzata és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. Nevében köszöntöm Önöket a 32. túri vásáron. A következő percekben az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat fogjuk köszönteni. Külön tisztelettel köszöntöm Hubai Imrét, a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Közgyűlés elnökét, valamint Szűs Dánielt, Mezőtúr város polgármesterét, akiket kérek, hogy fáradjanak fel a színpadra. Köszöntöm továbbá a testvértelepülési találkozón résztvevő delegációkat Árkosról, Sepsi-Köröspatakról, Sárosfáról, Vejdából, Törökbecséről és Makók-Polthalinszkiről. Elsőként felkérem Szűs Dánielt, Mezőtúr város polgármesterét, hogy köszöntse a megjelenteket. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves ünneplő házaspárok! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Mezőtúrváros önkormányzata és a magam nevében a túri vásár megnyitója alkalmából. Köszönjük, hogy eljöttek erre a délutáni órára. Az időjárás, mint látható, megrendeltük. Bízunk benne, hogy a délután folyamán is továbbra is ilyen szép időnk marad majd. A délelőttöt, tisztelt hölgyeim és uraim, egy rendkívül különleges eseménnyel kezdtük, hiszen 10 órától átadásra került Mezőtúr új köztéri alkotása, a Városháza mögötti új térem. A közúti híd lábánál egy gyönyörű új karafa váza került kihelyezésre, amelyet a délelőtt folyamán átadtunk elnök úrékkal. Én azt gondolom, hogy rendkívül komoly alkotással gazdagodott a város, így hogyha a túri vásárban sétálnak és elsétálnak a Kossuth Lajos térig, akkor ajánlom ennek megtekintését. Tisztelt hölgyeim és uraim, imáron több mint 30 évtizede, hogy újra a túri vásár megrendezésre kerül, 32. alkalommal kerül most megrendezésre, és a kollégáim mindig azon dolgoznak, hogy a annó művészeti napok néven futó rendezvény, immáron Artúr Fesztivál és a túri vásár minél magasabb színvonalon kerüljön megrendezésre. Én azt gondolom, hogy aki az elmúlt napokban itt volt a Petőfi téren és a különböző köztereken, ahol a rendezvény, illetve a programok megrendezésre kerültek, akkor azt láthatták, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig élvezhettek különböző koncerteket, kulturális tartalmakat, rendezvényeket. Az a célja ezeknek a napoknak, hogy ezeken az ingyenes rendezvényeken minél szélesebb körben kikapcsolási lehetőséget nyújtsunk a mezőtúriaknak és a hozzánk ellátogató vendégeknek. Ezen a hétvégén szintén a hagyománynak megfelelően különleges alkalom ez számunkra, hiszen ahogyan a köszöntőben elmondásra került, itt vannak velünk testvértelepüléseinket, őket is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök innen a színpadról, és köszönjük, hogy itt vannak velünk határon túli magyar barátaink, illetve Németországból és Lengyelországból érkezett vendégeink. A túri vásár alkalmával számos minőségi színvonalat képviselő árus foglal most is helyet a Dózsa-György úton, illetve itt a színpadon is, a későbbiekben is a minőségi zené lesz majd a főszerep. Én nagyon jó vásározást és nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek ebből az alkalomból. Külön köszönöm elnök úrnak, hogy megtisztelt bennünket, hogy itt van a megnyitó alkalmából. És tisztelt hölgyeim és uraim, a mögöttem ülő házaspárok 50. illetve 60. házassági évfordulókat ünneplik. Azt gondolom, hogy ez abszolút nem mindennapi esemény egy család életében. Én szívből gratulálok a mögöttem ülő kedves házaspároknak, akik közül van szerencsém szinte mindenkit személy szerint ismerni. Nagyon öröm számomra is, hogy 50, illetve 60 év múltával is boldog házasságban élnek, és azt is tudom jól, hogy sokaknak itt van a családtagjuk, gyermekek, unokák, akik látom, hogy hasonlóan örömmel tekintenek ezelé a rendkívül komoly esemény elé, illetve ünnepség elé. Én azt kívánom mindenkinek, hogy nyilván itt a színpadon köszöntjük a kedves hölgyeket és urakat, hogy azt követően családi körben is teljen nagyon szépen ez a nap, és azt kívánom, hogy még hosszú évtizedikig élvezzék egymás társaságát, és osszák meg egymással legszebb gondolataikat a mindennapokban, amikor találkoznak családtagjaikkal. Tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, nagyon jó szórakozás, szép délutánt és estét kívánok majd mindenkinek. Az est végén a Unicot követően a Kowalski meg a Vega és a tűzi játékkal fogjuk zárni a túri vásárt. Köszönöm szépen! Megköszönöm polgármester úr gondolatait. A folytatásban felkérem Hubai Imrét, a Jász-Nagykunszolnok Vármegyei Közgyűlés elnökét köszöntő beszédének megtartására. Tisztelt polgármester úr, kedves
fiatal házasok, kedves hozzátartozók, fesztiválozók, vásározók. Őszinte tisztelettel köszöntöm Önöket, hölgyeim és uraim, hiszen ez az alkalom, amikor a túri vásáron lehetünk, az mindenféleképpen bárki is legyen a vármegye elnöke, óriási megtiszteltetés. Egy olyan településen, amelyik méltóképpen tiszteli a hagyományait, városkaput állít, templomot újít föl, iskolát tart fönn, iskolát újít föl, és odafigyel arra, hogy a jókedvnek, a felhőtlen kikapcsolódásnak is legyen meg a helye, ugyanakkor odafigyel a hagyományaira és a hagyomány tiszteletére, és azoknak a házas pároknak a tiszteletére is odafigyel, akik mindmár 50, akár 60 esztendeje mutatnak nekünk példát abból, hogy hogyan is lehet békésen, harmonikusan, egymást elfogadva együtt élni, családot alapítani, családot nevelni, és önök, akik hozzátartozóként rövidebb, hosszabb ideje ezt a példát követik, ezt a példát látják, önök kivételes és szerencsés helyzetben vannak, hiszen egy olyan családmodellnek lehetnek a részesei, amely azt gondolom, hogy a magyarságot nem csak 1100 esztendeje megtartja itt a Kárpát-medencében, hanem úgy gondolom, hogy a következő 1100 esztendőre is meg fogja adni a magyarság fennmaradásához szükséges alapokat, hiszen a család tisztelete, a családban való élés, a családból, családindítatásból való hagyomány, őrzés és hagyományok továbbadása, akár az apáról fiúra, az anyáról leányra szálló családi szokásoknak a továbbvitele is. Én azt gondolom, hogy színesíti és öregbíti Mezőt úr és egész Jászlikun-Szolnok vármegye, de a Kárpát-medencében élő magyarság összetartó erejét. És az összetartó erő a gyakorlatilag a társadalom legkisebb építőkérvétel a családtól indul, és kitől mástól tudnánk tanulni, hanem a szüleinktől elsősorban. Szüleinktől, nagyszüleinktől, akár dédszüleinktől, akik megtanítanak bennünket arra, hogy hogyan legyünk jó emberek, hogyan legyünk türelmes emberek, hogyan legyünk kompromisszumkészek, és hogyan tudjuk egy város hagyományait megfogva, megőrizve, továbbadva a jövő nemzedékeinek fenntartani, fenntarthatóvá tenni akár a jövőnket is. Ez egy vásár és egy vásári forgatag közepén különös hangsúlyt, különös ízt ad annak a hagyománytiszteletnek, amiről Mezőt úr híres, nem csak a kerámia, nem csak a hagyományok tisztelete, nem csak az idősek, vagy az 50-60 esztendeje már házasságban élőknek a köszöntése nagyon fontos a mai napon, hanem az is, hogy fejezzük ki azt a fajta összetartozás élményét, amit Mezőt úr és a térség, a Mezőt úri járás egészében, akár a Hortobágy-Berettyó, a Körösök által összefogott, összekötött településeknek a lakói is mind Mezőt úrra figyelnek, amikor arra az elképesztően kemény és sokszor irgalmatlan a tűnő versenyről van szó, hogy hogyan tud egy település megmaradni. Hogyan tudja a település a lakosságát fönntartani, és ehhez egy vármegyei önkormányzat is csak azzal tud hozzájárulni, hogy segítjük, sőt, ha lehetőségünk van benne, akkor kezdeményezzük egy település erejét szolgáló rendezvények fennmaradását, kezdeményezzük és támogatjuk az önkormányzatok projektjeinek a megvalósítását, legyen szó hazai vagy közösségi forrásokról, mindig ott állunk az önkormányzatok mögött, így Mezőt úr és a járás önkormányzatai között is. És az, hogy most itt vannak a testvér települések, azok is önöknek adnak erőt, ezt a fajta összetartozást, a magyarság szövetét erősítik, és a testvér nemzetekkel, a testvér népekkel kötnek össze bennünket egyre szorosabb szálakkal. Ebben is nagyon jók önök mezőtúrjak, és nagyon jó az önök városvezetése. És innen is gratulálok Szűcs Dániel polgármester úrnak, aki megkapta önöktől azt a felhatalmazást, hogy az önkormányzat vezetésével megbízva gondoskodjon arról, hogy az önök életminősége a jövőben is tovább fejlődhessen. Még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek, hogy együtt ünnepelhetek önökkel, hogy részese lehetek ennek a vásári forgatannak és a köszöntéseknek, és azt kívánom, hogy érezzék nagyon jól magukat. Azok a rendezvények, amikkel a város fölkészült arra, hogy ezt a hétvégét felejthetetlenné teszi, azok mindenféleképpen meg is fogják hozni ezt, hiszen csodálatos hozzá az idő, ezt önöktől kaptuk, és csodálatosak hozzá a kínálatban szereplő fellépők, és az a forgatag, ami már az ízekkel elkápráztatta az ide érkezőket. Érezzék hát nagyon jól magukat, és
örüljünk és tiszteljük meg közösen az ifjú házasokat azzal, hogy ezt az 5-6 évtizedet elismerve, és ezt a békét, ezt a tisztességet, ezt a közösséget, szövetséget elismerve mi magunk is gratulálunk, és tisztelői vagyunk az ő házas életüknek, az ő családjaiknak. Érezzék hát jól magukat, mindenkinek felhőtlen szórakozást kívánok. Köszönöm figyelmüket! Megköszönöm elnök úr köszöntő beszédét. Kedves vendégeink, a folytatásban az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok köszöntése következik, akiknek szívből gratulálunk. 50. házassági évfordulóját ünnepli Bujdosó András és Veres Erzsébet Julianna. Évvel kötött házasságot Tóth Ferenc és Szűcs Mária is. Köszöntjük továbbá 50. házassági évfordulója alkalmából Polgár Lajost és Szűcs Évát is. Ötven éve házas Lévai Kálmán és Tóth Ilona Mária. Szívből gratulálunk Herbej Zoltánnak és Széchik Katalinnak is. Köszöntjük továbbá Szabó Lajost és Sólyom Erzsébetet is. Ötven éve kötött házasságot Pálinkás János és Boldog Rozália is. Gratulálunk Orosz Lászlónak és Gulyás Erzsébetnek is.
50 éve házas Kis Ferenc és Farkas Erzsébet is. Kádai Sándor és Gyalog Erzsébet Ilona is 50 éve kötött házasságot, akik a színpad mellett veszik majd át az ajándékcsomagot. Polgármester úr és elnök úr ott köszönti őket. És végül, azonban nem utolsó sorban, az utolsó pár következik, akik a mai napon itt a színpadon ünnepelnek. Ők a 60. házassági évfordulójukat ünneplik. Idén méghozzá Szegedi Lajos és Bíró Margit, akiknek szívből gratulálunk. Mi pedig jó egészséget kívánunk minden házaspárnak, és arra szeretném még kérni őket, hogy egy közös fotó erejéig még maradjanak itt a színpadon. Még egyszer jó egészséget és további sok boldog házas évet kívánunk az ünneplő pároknak.